Az 1991-ben alakult Gladisia Kft. Neve már régóta nem ismeretlen az erdészeti szakmában. A ladánybenei székhelyű magánerdős vállalkozás komplex erdőgazdálkodással foglalkozik, talajelőkészítéssel, erdőfelújítással, fakereskedelemmel és feldolgozással. A minőség és a megbízhatóság kiemelten fontos a Gladisia Kft.-nél, ráadásul nem csak a munka során, hanem a gépvásárlásnál is. Nagyjából 2 éve például a Rompló Hungary BT-től egy amerikai gyártmányú Rom TAW20S erdészeti tárcsát vásároltak. Nem hittem a csodákban, és mégis bekövetkezett, mert ez a tárcsa csodákra képes. Én nem konkrétan itt az alföldi viszonylatban gondolom ezt, hanem ártéren a kemény, kötött talajon, ahol ha esik az eső, azért nem lehet dolgozni, ha nyár van, szárazság van, akkor azért nem lehet dolgozni, tehát viszonylag rövid az a optimális időjárás, meg talaj tényező, amit ki kell használni ahhoz, hogy az ember sikeresen el tudja végezni ezt a tevékenységet. Mélyforgatás után gyakorlatilag mondhatom, hogy mezőgazdasági területet produkál ez az eszköz. Hosszú távú befektetés véleményem szerint, de gyakorlatilag kikerülhetetlen szinte, mert ezt a tevékenységet az egyéb tárcsákkal mi már sok éven keresztül próbálkoztunk, szinte kivitelezhetetlen. A Róm erdészeti tárcsa nem csak az ártéri, kötött talajokon bizonyított, az alföldi homokon is költséget spórol a Gladisia Kft.-nél, ami fontos szempont, hiszen a gép olcsónak semmiképpen sem nevezhető, az árát ugyanakkor tényleg megéri. Ami a fenyőerdőknél jellemző, ami mögöttünk is van, hogy nem tuskózzuk, hanem csak kimarjuk a tuskókat, és ezután nem mélyforgatással, hanem ezzel a tárcsával gyakorlatilag 30-40 cm mélyen meg lehet művelni a területet. Na most innentől kezdve már akkor egy mélyszántást megspóroltunk, tehát mindenféleképp költséghatékony is ez a tárcsa. 3,5 tonna ösztömegű, 10 plusz 10 leveles megosztásban. A tárcsa lapok vastagsága az 10 mm-es vastagságú, és a tárcsa levelek 86 cm-esek. Mindenféle területre ajánljuk, mert nekünk nagyon bevált. Homokterületeken, itt például ezen a területen szántás elmunkálásra használjuk. Az ártéri területeken nagyon nagy szükség van rá, mert ott nem porlad szét a talaj, hanem rögökben marad, és ezt ez a tárcsa rendkívül jól eldolgoz, elmunkálja, és ültethető területet hagy számunkra. A Róm TAW20S erdészeti tárcsa robusztus, nehéz felépítménnyel rendelkezik. Az erős vászszerkezet mellett azonban könnyű manőverezhetőséget biztosít. A kiváló bekeverő és vágó hatás mellett további jellemzői miatt is nélkülözhetetlen eszköz lett a Gladisia Kft.-nél. Az első szerintem az elnyűhetetlensége, a második talán az, hogy nem láttunk még olyan tárcsát, ami ilyen jó munkaterületet hagyna maga után. Igazából ez egy komplex, jó tárcsa. A Róm erdészeti tárcsák akár a hamarosan megjelenő erdészeti géptámogatás segítségével is megvásárolhatók a Rompló Hungary BT-től. A Gladisia Kft.-nél alföldi homokon és ártérben is bizonyított. Legyen az ön területén is nélkülözhetetlen társ, a Róm erdészeti tárcsa.